ennél a cégnél dolgozom. És a szemüveges úraképpen Kulcsár Tibor, a Kulcs-Soft alapítója. Köszönöm szépen! Most is munkába megyek. Tartsatok velem, és közben mindent elmesélek. Akkor kezdődött minden, mikor Tibor egyik ruhakereskedő ismerőse naprakész nyilvántartást szeretett volna a készletről. Tibor elvállalta a munkát, és 15 nap alatt elkészült az első készletnyilvántartó program. A program annyira sikeres lett, hogy nem telt el egy hónap, és jött a következő megrendelés. De ekkor már számlázó modullal. Egy évvel később Tibor úgy gondolta, hogy mindent feltesz egy lapra. Kilépett a munkahelyéről, és 50 ezer forint alaptőkével céget alapított. Ez volt a Kulcs-Soft VT. Újpest, munkásotthon utca 41. Kibérelte szülei 6 négyzetméteres kis szobáját Újpesten. Ez lett a cég székhelye. Tibor megkereste a hardware kereskedőket, hogy ajánlják termékeit, akik ezt szívesen megtették, hiszen ez nekik is előnyös volt. Az ügyfélszám gyorsan emelkedett, ezért egységesíteni kellett a termékeket. Így született meg a dobozos szoftver, ami drasztikusan csökkentette az árakat és növelte a termékeladások számát. Több igény, több ügyfél, több siker! Come on, swing. Megindult hát a fejlődés. Így felvette Tibor első alkalmazottját, és a cég székhelyét áttette Zuglóba, egy másfél szobás lakásba. ...1992-ben a cég felvette új arculatát, a repülőember grafikát, ami azt jelképezi, hogy a termékek segítségével bárki kiszabadulhat az ügyviteli adminisztráció fogságából. A nagy ügyfélforgalom miatt Tibor egy belvárosi irodát bérelt az Izabella utcában. Ekkor már heten dolgoztunk a cégben. ...1995 kulcsfontosságú év volt. Megjelent a Windows 95. A nagy kérdés az volt, ki mire szavazna. Vagyis mire fejlesztene a cégnél? A kicsi, fiatal, törékeny Windowsra? Vagy a régi, jól bevált, erős DOSra? Mindenki a DOSra fogadott, kivéve Tibort. A cég összes alkalmazottja kilépett a cégtől, mert nem hittek kicsi Windowsban. Ki hitte volna akkor, hogy mi lesz a harc kimenetele? Mérkőzés végét ismerjük. Kicsi Windows nyert. Mivel a kollégái otthagyták, az első Windows alapú szoftvereket Tibor kénytelen volt 18 éves gimnazistákkal leprogramoztatni, akik azóta országosan elismert szakemberek lettek. Ez nagy dobás volt, mert mint tudjuk, a Windowsé volt a jövő, és az ügyfelek hamar átálltak az új operációs rendszerre. A DOS alapú konkurensek finoman szólva lemaradtak. Majd jött a 2000-es év átállása, amiben a Kulcs-Soft nem problémát, hanem lehetőséget látott. Egy ügyes marketing kampánnyal
több ezer új ügyfelet szerzett a 2000-es évben is biztonságosan működő Windows alapú szoftverekkel. Az Izabella utcai irodát kinőttük. Ezért költöztünk. Megint. Ekkor már 30-40 munkatársunk volt. Az internet elterjedésével újabb lehetőségek nyíltak meg a cég előtt. Az online szoftverek bevezetésével nem csak a közlekedés gyorsult fel, hanem a szoftvereladások száma is. Két év alatt 28 ezer cég, 38 ezer terméket töltött le az internetről. Ezzel a Kulcs-Soft annyi ügyfelet szerzett, mint előtte 17 év alatt összesen. Az online szoftver megszüntette a fizikai távolságokat. 2006 óta ebben az irodaházban dolgozom. Ez az évszám mérföldkő a cég életében. Akkorra elértük a 60 fős létszámot és a 500 milliárd forintos forgalmat. 2006-ban a cég részvénytársasága alakult. 2009 történelmi pillanat volt a Kulcs-Soft életében. Új szereplő a budapesti tőzsdén. Egy szoftverfejlesztő cég, amely a könyvelői programok piacán 25 ezres ügyfélkörrel és évente 8 ezer eladott szoftverrel piacvezető az országban. Cégünk az eltelt idő alatt rengeteg rangos díjat nyert. Van recepciónk, non-stop ügyfélszolgálatunk. Itt minden az ügyfelekért történik. Kulcs-Soft az elsők között fejlesztette ki felhő alapú rendszereit mobil alkalmazásra is, amelynek segítségével bárhol és bármikor elérhető a számlázó program. Agyon Isten édes fiam! Meghoztam az új számlázó programot. Ide? Nincs itt elej, édes fiam! Nem fog működni. De nem kell áram, Pista bátyám. A Kulcs-Soft a telefonján is működik. Cégünk fejlődését legjobban ügyfélszámunk dinamikus emelkedése mutatja meg. ...2009-re mire tőzsdére léptünk, már 33 ezer megrendelőnk volt. 2013-ban a növekedés folytatódott. Jelenleg 41 ezer ügyfelünk van. És a külföldi piacra lépésünkkel a fejlődés csak most kezdődik igazán. Hát, itt dolgozom én a kezdetek óta. A rengeteg megoldott feladat, a napi kihívások és a nagyon sok örömteli pillanat után. Úgy érzem, megérte. Nem. Még nincs vége. Van még jó néhány ötletünk. Nem. Még nincs vége. Telefonján is működik. Meg fordítva. Fordítva!
Jó, újra! Kulcs-Soft. Az igen. A kellett már ide, mi a régen. A cég megalapítása után 20 évvel belépett a bukaresti. Ez jó. Több igény, több ügyfél, több siker. Hát ezt megvettük szerintem. A Kulcs-Soft. A telefonomon is működik. Hé, hanem jó jár! Ez aztán a digitális jó Isten! Az bizony! Na mit szóltok a lava? I feel good!